Március 15-én megkezdődtek és 4 napig tartanak az írásbeli érettségi vizsgák Szlovákia középiskoláiban. A végzős diákok természetesen városunkban is számot adnak a tudásukról. A magyar tanítási nyelvű Dunaszerdahelyi Magángimnáziumban 56 diák vizsgázik. A tantárgyak sorrendben a következők: magyar nyelv és irodalom, idegen nyelv, matematika, valamint szlovák nyelv és irodalom. A vizsga központi tesztrészből áll, a nyelveknél pedig fogalmazást is kell írni. Idén változást jelent, hogy mindkét résznél az eddiginél 15 perccel több idő áll a diákok rendelkezésére. Az értékelés 100%-ban történik. A koronavírus járvány miatt az írásbeli érettségit 2 év után sikerül újra megtartani Szlovákiában. Hogy a járvány azért nagyban befolyásolta a felkészülést, több mint 1 évig online oktatás folyt az iskolánkban. Itt valójában a diákokon múlott minden, mi igyekeztünk a tananyagot átadni, gyakorlatilag órarend szerinti tanítás folyt az iskolában, tehát fel tudtak készülni, illetve hát ebben az évben most már jelenléti oktatás volt, volt olyan osztály, akinek rövidebb időre otthon kellett maradni a fertőzés miatt, viszont én úgy gondolom, hogy azért megfelelően fel tudtuk őket készíteni.